A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétót László műsora. Egy falat kenyér, egy csipetnyi szó, ez a műsorunk címe változatlanul. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőt. Vendégem Ihász Gábor és Ihász Kálmán unokatestvére. Ugye milyen fura? Őt úgy hívják Delhus a John. Szia, Johnny! Azt hittem, sosem mondod a nevemet. Hát, hogy nem mondanám be. De azt hiszem, hogy nem nagyon szoktak téged felkonferálni, hogy a Gabira meg a Kálmán és unokatestvér. Szóval, hogy jött ez létre? Nyilván ennek én van... Én hoztam elő. Te hoztad elő? Ez egy olyan titok volt, amit nem is értettem soha. Én a 70-es években ugye egyébként döbbenetes hasonlóság, szóval gyerekkorunkban is olyan anyuék nem tudtak megkülönböztetni, főleg mióta Gabi szemüveget kényszerült fölvenni. Igaz, hogy napszemüvegnek álcázta, de hát ugyanolyan banja volt, mint én. Igen. Ugyanarra a személyre, és ő szégyelte, én nem. Állandóan ezért volt. De lényeg az, hogy ebből a szempontból nagyon hasonlítottunk, hogy valószínűleg semmi másnak nem lett oka, mint az, hogy valószínűleg az Ihász vonalról jött ez a fazon, és ebben mi ketten nagyon összehasonlítottunk. És tudod, mi a vicc az egészben? Én a Gabival 4 éven keresztül együtt jártam gimnáziumba. Igen? Az még Irinyi szakközépiskolában. Nem, hát az Irinyibe járt. Mert valahonnan átjött, és akkor ott együtt érettségiztünk. Ja, várjunk, de hogy is, hogy gyerekkorában Népstadion út, és persze, a Népstadion mellett. De, és akkor de ahhoz... gimnázium és a szakközépiskola lett a Gyáli úton. Hát ott volt. Én csak tudom, mert az unokabátyám állandóan az a... De soha nem volt szó rólad érdekes módon, igaz? Hát akkor én még... Akkor még nem lehetett rólad gyors szó. Gyors tüzelőnadrágba jártam, és ja, úgy kísértek át az utcán általános iskolába. De én szóltam a Gabinak, hogy mondjuk el, óriás, hát hatalmas hát poén, akkor nem volt divat és a Gabi nem médiában. Nem, akkor még nem volt divat ez, hogy így ennyire a magánéletekben, ha csak nem valami nagy dolog nagy történt, de akkor annyira pörgött a Gabi ebbe a S-nagy világba, Szécsi, S-nagy, Domján Judit, ez az egész társaság, Máté Péter. Én megvan az oka, én nekem számomra megvan az oka, hogy miért volt ez a nagy pörgés. Én ugyanis abszolút antialkoholista voltam, vagyok, leszek. Aha. Most már elbüszkélkedhetek vele, hogy megtörtént az első 2 becsípésem életemben, de hát elég későn, jobb későn, mint soha mondtam, ne halljak már meg utána, nem tudom, milyen jó becsípve lenni. Hát nagyon jó dolog. Ugye, hogy jó? Igen, és nagyon néztem, hogy a magyar zenetörténelemben, hát mondhatnám 90%-ban az énekeseknek és a zenészeknek becsípve. Erős alkoholista. Nézd, én mindig azt szoktam mondani, az ital az az életnek egy tartozéka. Jó, de mind, de mind nagyon az életben semmit sem szabad, túl becsülni, vagy rabjává válni. Tehát, hogyha az életednek egy kísérő része helyzetekben, társaságokban, szituációkban, az azt a helyzetet jobbá tudja tenni. Nálam olyan de neked volt, nincsen, hogy minden nap inni kell. Mint a német barátomnak, Észak-Németországba egyszer vendégségbe hívtak. 80-as években volt, az évszám nem is számít, azonban amikor lefeküdtem aludni, kiderült, hogy a házi gazda dolgozó szobájában lévő ágyban aludtam, és rápillantottam az íróasztalán lévő napi, heti teendőjére. És hát azt hittem, nem hiszek a szememnek, meg is dörzsöltem, ugye Ulrikének hívták a feleségét, és oda volt írva, hogy szombaton bevásárolni, vasárnap kocsit mosni, hétfőn 6 óra gyerekek uszoda, 9 óra Ulrikéval lefeküdni, szeretkezni. És ugyanez volt odaírva pénteken is este 9 órára. Hát ez valami hihetetlen. Ez Magyarországra is divat nálam volt. Nálam az ital is ugyanez. De várj, ez Magyarországra is divat volt. Pápaiéknál volt annak idén, Pápai Faragó Lászlónak az egyik felesége, azt nem mondom, annak volt beírva, hogy szombat este 9-kor szex. Szex. Ennyi na, volt. Na ezt csak azért mondtam, mert nálam ugyanígy volt az alkohollal, hogy ezen rá kellett erőltetnem magam, mert több kollégám... És mit ittál akkor? Most már csak emlékszel, de a spitz... De hogy nem mit ittál? Mesélj. Simán emlékszem. Tanulmányt végeztem ugyanis a fellépésekkor, főleg mostanában, hogy most már érett énekes lettem, mint a bor. Állandóan meglepnek a polgármesterek és a meghívók. Aha. Különböző helyi borokkal, amikkel dicsekednek, hogy ő főzte a pálinkát, ez a bor tőlük származik, stb.
Így aztán az egész pajzsom tele van alkohollal, bármennyire furcsa hangzik, ott három polc lefele, fölfele, mindenféle saját... Az ajándékpiákkal van. Igen, az ajándékpiától. És úgy képzeld el, hogy egyre csak gyűlik, mert nem fogy. Nem tudok már a vízszerelőmnek annyit ajándékot nem adni. Nem jársz annyit vendégségbe. Nem tudok annyit adni a... Nehogy aztán az adás után, holnap után mindenki becsöngessen, mindent tudok, adj egy üveg piát. Az történik, hogy azért mondtam a hasonlatot, mert én nekem is egy-egy esemény, mitől sztori gála volt most. És akkor konkrétan nekem be kell írni, hogy itt köt alkoholizálni kell. Tehát annyira nem értek hozzá. Hát mit iszol ilyenkor, amikor alkoholizálnék? Egy pohár bort? Kell ügyelni, vagy... volt már macskajaj, amikor össze-vissza kínálgattak, azt se tudtam, mit iszok. Másnap detoxba ébredtem, de egyre kell ügyelni, hogy ugyanazt igyam. És tiszta persze. Párlatot, ahogy mondják a nagy persze. Profik, Kós Jani, meg Demjén Rózsa, arra ügyelj, hogy tiszta ne párlatot ne igyel. Ne keverd, és jó minőséget. Meg jó kézből való, persze, igen. Persze. És akkor így történik, hogy jön a egy undorral iszom meg, mert hát aki nem szokta annak, akkor egy tűz és pokol. Amíg azt a de az pálika. Megcsinálja az utat a többinek. Igen, akkor a másodikat behunyt szemmel, orral, mindenre, a harmadiknál kezdődik a tutiság. És akkor a negyedik az, amikor azt mondják, Johnny, ha te ilyen lennél, milyen jó fej lennél, óta imádnánk, te lennél. Hát igen, kérem szépen, van, aki szereti, van, aki nem igazából szereti, de vissza a családfához azért az érdemes ezen kicsikét vacakolni, hiszen apai nagymamád, ugye az görög volt, a nagypapa pedig albán. Igen. Szóval, hát... Elment az albán és Görögországból hozott egy arát. Aha. Igen, azt hazahozta Koszovóba, aha. De nem volt ez a nagy különbség önáluk abban az időben, ugye hát nem volt egy nagy tagolódás. Valószínűleg a vallások azok fontosak voltak, tehát kereszténynek kellett lennie. Uh-huh. Koszovóban egyébként három vallási csoport található meg értelemszerűen, ugye a keresztény, a muzulmán és a zsidó. Uh-huh. Ugye megosztott arányban, majdnem azonos, talán a muzulmán a legnagyobb részben. És hát általában a keresztények azért ügyeltek arra, hogy keresztény, mert nagyon erős a vallás ma is. Nagyon erős. De nincs tekintve közöttük semmiféle konfliktus semmi. Az égvilágon, nincs csak éppen arra vigyáznak, történelmi, hogy... egymás mellett élés, semmi, csak arról tudják, hogy az muszlim, arról tudják, hogy zsidó, aznak tudják keresztény. De nem hallottam egyébként, sokat beszéltem apuval erről. Azt mondta, hogy hát a muzulmánokkal annyira nem szerettek barátkozni, mert ők kirekesztőek voltak. Uh-huh. De azt mondja, hogy nem volt semmiféle összetűzés soha egész gyerekkorában. Közös iskolák, mindenek. Azért a nagypapa ugye egy görög lányt hozott a házhoz, ott apu megszületett, uh-huh. És aztán apu a háború alatt elvitték munkatáborba Németországba, mert nem csak a zsidókat vitték, hanem nem tudom mi alapján, Adolf Hitler mi alapján vitt el munkatáborba, hát aki nem pró-ária, az ment. Uh-huh. És aztán vége volt a háborúnak, apu jött vissza a vonattal Németországból, és itt megállt a vonat, nem volt tovább. Megállt a vonat, várt, hogy utazhasson haza, kis 23 uh-huh. éves fiú volt. És akkor megismerkedett anyuval, akinek a férje szintén hősi halált halt, és így összejöttek. Apu meg várt, azt egyszer csak azon vette észre magát, hogy be van kötve a feje. És akkor, de nagyon aranyos volt az apu, sose tudott megtanulni magyarul. Egy nagyon aranyos történettel jellemezném édesapámat, egy tünemény ember volt. Egyébként az ő nevéhez fűződik az a legendás titulus, hogy neki adták oda Magyarországon az első önkiszolgáló ABC üzletvezetését. Nagyon nagy váltás volt addig. Üvegeken átadták a persze, vajat, levágva, persze, stb. Persze, emlékszünk persze, gyerekkorunkról. És addig pulton átadtak mindent, küldték a kasszához. Uh-huh, és a blokkal fizettél, igen, és akkor megint vissza, megkaptad. És a Őrsvezér téren bármennyire is külföldi volt az apu, és törte magyart, úgy látszik, vagy a becsületesség, vagy a korrektség, uh-huh. Sajátjaként kezelte az üzletet. A többi üzletvezetők mind már Opelokkal jártak, Fiatokkal, anyu meg mindig mondta, és nem bírta. És ő kapta meg az első önkiszolgáló ABC-t az Őrsvezér téren. Uh-huh. Egyébként legendát zengtek a nevéről, és ezt most tényleg nem azért mondtam, mert az én édesapám volt,
de az mindenkihez volt, babakocsit végig tolt, amíg vásárolt a kismama, ennek segített, annak segített, jártak a csövesek hozzá, azoknak adott, néhány nappal lejárt. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy igazi kereskedő, mert ő kereskedelmi végzettsége volt, tehát ő egy igazi kereskedő volt, és azért kapta meg. Pont ezt akartam mondani, volt, amit te most mondtál az előbb, hogy ez csak egy igazi kereskedő nem teszi meg. Ez már modern világ volt. És rettetesen tisztelték és szerették, és nem is volt soha senkivel konfliktusa. Nem, egész nyilván onnan ment nyugdíjba, nem is ez volt a lényege, hanem az, hogy számtalan színpad mellett odajöttek hozzám emberek, nem kevés, és én ismertem a Johnny bácsit, és tünemény dolgokat beszéltek róla. Nem is vitte sokra, nem lett menő gazdag üzletvezető, mert híresek voltak ám az ABC üzletvezetők. Hát, hogy a csodában, ez egy nagyon voltak. Nagy dolog volt, hogy nyíltak egymás után. Emlékszem, aztán picivel később ehhez képest megnyílt az éjjel-nappali, a igen. Rákóczi út és a Körút sarkán, ami nagy dolog volt az éjjel-nappal. Hát nem volt az éjjel nyitva, csak sokkal tovább, mint a többi üzlet. Legalább olyan, mint a mobiltelefonló. A kezdeteknek az is óriási. Igen, a 60-as ilyen hatalmas nagy ilyen dobozok voltak. Na szóval egyébként hadd mondjam gyorsan a családfát, megpróbálok gyorsan mondani, hogy ne ezzel húzódjanak. De érdekes, amit most, hogy nyugodtan rájössz. De hát az történt, hogy anyuval, aki, mint mondtam, ihászlány volt, nem is ez volt a lényege, hanem anyu is fiatal asszony volt, és elcsábította aput, fordítva volt. Nem, ez mindig a csaj szokta elcsábítani a pasit, nem? Igen, nem, és akkor... Nem vetted észre? És, de mindig. Saját életedben? Engem is mindig felszedtek. Azért, persze. Mai napig minden történelmem arról szól, hogy engem felszedtek, és én elhiszem, hogy én csíptem fel persze. a nőt. És már régben volt a akolba, vagy jászolba, vagy minden, mivel volt a fejem. Kötve a fejed. Liberóba. Tök mindegy, mivel. De apu itt maradt. Nagyváros, hatalmas, szép város volt Budapest. Hát Prizren Koszovóhoz képest, nagyváros volt, más kultúra, ő is. És aztán jött a fekete leves, hát rossz adminisztráció miatt ők már együtt laktak két éve, amikor megjelent a férj. Hogy hát rossz adminisztráció, ő itt van, ő él, dehogy is, ő nem halt meg. Tehát annyira rossz volt a adminisztráció, meg a logisztika, hogy aki nem jelent meg, nem jött vissza a egységéhez, az hát nagy zűrzavar volt ott a második világháborúban, eltűnt, megszűnt. Igen. És akkor kinyílt az ajtó, és ott állt a férj, és ő meg már, hát a anyu meg már terhes volt a nővéremben, szóval, de két-három évre. Ő is elcsavargott, aztán valahol Észak-Európában volt. És mi történt? Mondta, hogy bocs, késtél? Vagy bocs, mit? És akkor most döntsd el, hogy mi van. Ágy jobb oldalán a Kisalván, ágy bal oldalán a doktor Csaba Mihály, középen anyu. Ne, mai történet is így zajlik, ez nagyjából. Így zajlott annak idején a Szűcs Judit, Széchy Pali, meg a elefánt igen. történet is. És akkor jobbra nézett, ez aranyosabb, és ez most már így. De egy különleges ember volt az apu, ez. És akkor főzették a cókmokot, és elmentek, elköltöztek. Főhúzták a horgonyt, a kis fiatal 20 éves párocska, és leléptek, és akkor a Ilka utcába ott én a Rókus kórházba születtem. Péter Fisándor utcában jártam óvodában, meg voltak érdekes történetek. Igen, szóval azt hiszem, hogy te is azon srácok közé tartozol, akiknek rettetesen érdekes a családi múltja, mindenkinek. Hogy honnan jött. Mindenkinek, de hát vannak ilyen egyszerű simább. Anybody got a story. Mindenkinek van egy története. Valami igen. problémát el akar mesélni egy A személy, és úgy dönt, hogy a B személynek elmeséli. Én velem ez állandóan megtörténik. Valami csípcsú problémám, és valahogy ki akarom adni magamból, és akkor egy éppen avval beszélgető embernek elmondom a problémát. És akkor aztán velem meg az történt, hogy, és így beleragadok a székbe, és azt mondom, hogy te jó Isten, mi bajom van nekem? Hát ő hozzá képest, és erre, igaz, mindenkinek van egy olyan hajmeresztő története. Úgy azóta szeretek csöndben maradni a saját problémáimról. Igen, az a legjobb, mert hát... Így aztán egyre kevesebb is van. Igen, már nem mondom el, akkor az nincsen, és hogyha nincs, igaz, akkor probléma nincs sincsen. Energetizálás. Ilyen borzaszt egyszerű a dolog. Mikor vettél először a hangszert a kezedbe? Szóval mikor döbbentél rá, hogy Jézus, már nekem jó hangom van? Lehet sokat beszélni? Itt nem kell... Vagy szólok, meddig beszélni. Van még bő 10 percig. Ötkozárunk. Azt tudom, hogy 71 hegyek lánya, az tudom. De szóval az mikor? A... 71. Volt a nagyon hegyek lánya. Nagyon korán. A iskolában az történt, hogy egy
apu mondta nekem kiskoromban, hogy vigyázz, fiam, mert te nagyon sok vagy a magyarokhoz, magyaroknak. Nagyon sok vagy a magyaroknak. Óvodáskoromban nem bírtak velem, fölültettek a szekrény tetejére, onnan nem bírtam leugrani. Iskolába bezártak a szertárba, a második emeleten kimásztam az Eres csatornán, nem bírtam egy helybe ülni. És a tanulmányi eredményem, hát ahogy szokta mondani Róna Pici, 1-es és 0 között volt, és az is csak szám. És nem tagadom, ötödikbe visszatapsoltak matematikából, prolongáltam az évet. Olyan népszerű olyan volt. Sikeres volt az év, hogy prolongáltam. De énekből, tehát énekből nyilván kitűnő voltam, tornából mindenki az volt, de például művészettörténet versenyt nyertem ötödikbe, országos művészettörténet versenyt nyertem a Nemzeti Galériába, mert az érdekelt. De nem is ez a lényeg, hanem énekből se tanultam, és a szolmizálás nap következett az általános iskolába, szokásos nem figyeltem, de elhúzza, kijöttem felelni, tessék, föl van írva, szolmizáld le, és kezembe fogtam a szolmizációs könyvet, illetve az énekkönyvet, és oda volt írva, hogy tavaszi szél vizet áraszt. És az történt, amit a mai napig nem értek, ami meghatározó volt az én karrieremben, hogy elkezdtem énekelni, és azt mondtam a fejemből, hogy ta, kiszúrtam, hogy ta, láttam a gombocskát, hogy följebb megy. Ja, még följebb megy, szí, ott egy helyben maradt szél, vi, és ott volt egy ilyen, húgy, egy ilyen csík. Akkor mondom, az biztos, ze, azt gondolom, az lehet. És ha hiszed, ha nem, én felfedeztem a kottaolvasást, és nem figyeltem oda az órákon, és így leénekeltem, hogy ta, a szí, szél, vi, zet, mondjuk, á, rossz, vir, rá, gombi, és a tanár nem értette is, menj a helyedre. És utána behívta a szüleimet, és azt mondta, hogy a gyereket mindenképp adjuk zenei pályára. Talán itt kezdődött az egész, és valóban azon a karácsonyon nagyon érdeklődtem, kiskorunkban apu nagyon muzikális volt, ő játszott egy Tarabuka zenekarba, ő volt a tarabukás, ez a tarbuk, görögök úgy hívják, ami ezek a nyúlós és állandóan itt lábasokon. Így nőttünk fel, csihipuhi otthon, és miután apu ugye 7 nyelven beszélt, kereskedő családból származott, mi is kisgyerekkorunktól már 4 nyelvet beszéltünk a sok rokonság miatt, és akkor a 60-as években pici gyerekként az apu minden dalt megtanított. Úgyhogy ma ha rákérdezel, hogy akkor tessék, Rita Pavone, akkor azt mondom, hogy perché, perché, la domenica mi lasci sempre sola, perché andare a vedere la partita, és így nem értem, hogy megmaradt bennem. Vagy azt mondott, hogy come te non c'è nessuno, vagy azt mondott Gianni Morandi, hogy io voglio per me ne tue careste, io ti io samo più, fogalmam nincs, mit jelentett. A szöveg is megmaradt benne. Igen. Egy az egybe. Igen, és most nem készültem, nem mondhatom, hogy ezzel. Na, így nőttünk fel, és akkor hamarjában rájöttek a rokonok, hogy itt most lépni kell. Tudod, mi a vicc, hogy én, aki ugye zenéket nyomok a diszkóban, és most bármelyik dalnak mond a szövegét, nem tudom mondani, de abban például, amikor megszól a dal, akkor tudom a szövegét. Mert hát az valahogy kapcsolódik ahhoz, ami ott történik. Alatt, igen, igen, ez a felszín alatti megjegyzés. Ez olyan, mint a Beatles dalok, hogy hihetetlen ma, amikor angolul tudok, hogy micsoda más, hogy énekeltük gyerekkorunkban, igen, persze. És akkor az apró módosítással mi hova máshova tettük a hangsúlyt. Persze, hát ha kiviszem a lavort, ugye a Spencer Davis-ből. Ott is voltam a koncerten a kis stadionban. Spencer-en. Kockás Ingbe voltak, meghatározó volt. Mindenki ott volt, aki élt és számított ebben. Aki ott élt és számított, az ott volt. Az biztos, hogy ott voltál. Ja. De ugyanakkor te a későbbiekben írtál dalokat Demis Roussosnak, Gumbé Dance-bennek. Melyiket írtad? Ez nem tudom beazonosítani. Hogy hanyadik lemeze volt a Demis Roussos, nem tudom, mert a Seychelles Musikverlag és zenemű kiadó menedzselte a Demist, meg a Gumbé Dance-bandet, meg a Goldiens, és én voltam a Nachwuchs Talent, én is annál az istálónál voltam. Amikor átkerültem Kölnbe, volt is nagy csinadratta az NDK-ból, mert behívtak a Staatssicherheitba, a állambiztonsághoz behívtak a NDK-ból, mint événekeseként, de először elmondom a Demis Roussos, ott az történt, hogy
Demis Roussos többnyire a nagy koncertek mellett ilyen gála műsorokat adott ilyen helyiségek, elegáns éttermek, elegáns zálok, és vacsorával egybekötött, de hát ez Elvis Presley is, szóval ezek voltak a Hackney. Látsz meg, az erről szól. Igen, a Hackney, nem csak koncertek koncertszínpad. És akkor az történt, hogy én nagyon bírtam a mediterránt egész életemben, a mediterrán zeneszerzés vonalon jól, hiszen NDK-ba is ezért hívtak oda, hogy tükörképe legyek Nana Muscurinak, Costa Cordalisnak, Demis Roussosnak, hiszen én pont egy ellen tükörként lettem népszerű, NDK-ból adtunk a nyugatnak. Ja. Adtunk a mocskos nyugatnak. És akkor, amikor ez a menedzser ott járt a párjával egy közös német koncerten, akkor félrehívott, már ő hallott rólam, és azt mondta, hogy volna kedvem egy ilyen szerződést, ez az istálló, és hogy találkozzunk egy ebédre. Elég titkosan kellett ezt csinálni ott NDK-ban. Egy beszélgetés, utána a következő beszélgetés Kölnben volt, és egy 3 éves szerződést aláírtam. Arról szólt a dolog, hogy a csapat munka része, és hogy zenéket írok a istálló énekeseinek. És így történt, hogy Demisnek is egy dalt írtam, több dalt írtam, de egyet fogadtak el, ami nem is tudom, valami mediterrán szív albumán jelent meg, és az én dalom nem lett sláger, mert például azon a lemezen volt a Ever and Never and Never, igen, és azon a lemez mellett volt azon a lemezen neki 3 döbbenetes slágere, mint tudjuk 10 sose lesz sláger, ráadásul 15 dal volt ezen a lemezen, hát én ott csak töltelék tudtam lenni. Hát, mint tudjuk, az ő főzeneszerzője a Vangelis volt, mint akivel Afrodité fiaiba, meg hozzányúlt az zongorához, és ott készült mindenki. Az összes nagy sláger, az az ő szerzemény. Milyen érdekes, hogy két különböző figura, a Vangelis és a Demis Roussos, és mégis egy csárdában voltak nagyon sokáig. Aztán meg az út külön vált, a Vangelis. Akkor fiatalok voltak. Igen, igen. Aztán utána a Demis Roussost ellopták, mint ahogy igazándiból kicsibe engem is elloptak. Én zenekar tagként kezdtem a Lehr Pistivel, Sáfár Józsi, a P-Box, a Demier Rózsinál a dobos, a Herpa Isanyi, a V-Motorok dobos. Mi egy zenekar voltunk, hétfő együttesen, később lett belőle a V73, akiből a Rózsi kirabolta a két zenészt. És lett a V-Motorok. Igen, így lett a V-Motorokból. És na, mi hétfő együttesként kezdtük, és gyakorlatilag engem is, Bol Balajos vagy Gyulai Gál János, úgy meggyőztek arról, hogy Frank Iván, hogy figyelj, énekesnek kell lenned. Nagyon haragudtak rám a zenészek. Na, a Demis Roussos is valószínűleg így lehetett, hogy azt mondták, te hagyd ezt a zenekaros, igen, meg mit tudom én. És hát akkor... mind a kettőtöknek bejött tulajdonképpen, hát szegény Demis másodos múlt idő. Van hátránya a zenész. Zenekarnak is van előnye, és az énekesnek is van hátrány, hogyha... Zenekarban megöregedni, ha nem te vagy az énekes, nagyon ráfáztál. Igen, igen. Énekesként megöregedhetsz, mindig te maradsz a... Tehát akármilyen bikini, vagy mindig az én örökké ott marad. Amiről nem tudtunk beszélni, és most hát sajnos tényleg nincsen időnk, annyi jó dologról dumáltunk, hogy majd talán legközelebb folytatjuk. Hát a 25. albumom, ezt gratulálok neked. A központ erre nem jutott idő? Pont erre nem jutott idő, hát de aranyos vagy. Én inkább játszom a Poptarisznyában, ha megengeded a lemezt, az sokkal többet mond, mint a beszélünk, de nagyon jó a lemez, gratulálok. Tényleg? És ajánlom mindenkinek. Valóban. Érdekes mondom, pont eltaláltad a lényegét, hogy fel van építve a lemez. Tehát egyes számtól az utolsó, és ki van találva az szöveg egész, és ez nekem mindig nagyon tetszik, hogyha megvan szerkesztve, és fel van építve, gratulálok neked. Kár, hogy nem előbb jutott eszembe, hogy nagyon mély, tengermély szövegekkel foglalkozok. Nem mertem lemondani a saját szövegeimről, mert nekem mindenki írt szöveget. Pataki Attila, Demjén Rózsi, Horváth Attila, mindenki, és nekem nem tudták eltalálni a mediterrán szívemet. Hát igen, mert az érezni kell, amit az ember megír, az más nem nagyon tudja igazán. Vagy testvérnek kell lenni, lásd, Zorán, Dusán, vagy Szörényi Bródi, vagy Szörényi,
Nekem nem tudták eltalálni az életformámat. Talán azért, mert nem voltam bulizós, és nem tudtam kocsmázni. Igen, és a 70-es évek nagy kocsmáz, mindenki. Hát, hamarabb lettél volna először spicces az életedben, akkor lehet, hogy másképpen alakult volna a karriered, de azért így is nagyon jó. Gratulálok hozzá, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra. Egy falat kenyér, és egy csipetnyi szó. Bétót László műsorát látták.